Sziasztok, srácok! Ezen a szép péntek estén, miközben a szomszédba megy a körfűrész, hát nekiállunk a golflakatolós videónak, ugyanis október 23-ai hosszú hétvége van, és nem is teljesen, viszont részlegesen a golfnak, ennek a videónak a végére rozsdamentesnek kell lennie. Ami azt foglalja magában, hogy a terv a két hátsó sárvédőív, alatta ami van, rozsda, illetve a padló és a hossztartók rozsdamentesítése, majd a Stage 2-ben, a következő lépésben pedig folytatjuk a küszöbökkel, az áoszlopok tövével, és igazából akkor lesz készen. Ez az, toljad a körfűrészt, Józsi! Na de! Ahhoz, hogy ezt hozzáférjünk, ki kell bontanunk a belsejét. Lássátok, felén járunk a nagy szétbontásnak. Igen, ezt a lukat ezt tudtuk eddig is. A küszöb sarok rész, ez a belső küszöb még egész korrekt. Szerintem csak alul van kirohadva a só miatt. Itt ez igazából ez az eredeti része, ami még ez sem átbökhető. Ez itt tök korrekt ez a része. Úgyhogy a padló egy részét nem kell cserélni, hál' Istennek. Viszont itt van egy kisebb folytonossági hiányosságunk. Ezt éreztem itt lábhűtésként, de ez a része itt, ez rendben van. Szerintem a küszöbnek csak az alja lesz nagyon szar, és elég lesz a, tehát ezt a küszöb vonal alját véglemezelni, majd a kívül belül, ugye kívülről megkapja a küszöb burkolatot, hátulról meg hát lemezből készítünk rá valamit. A belső a más tészta, itt is van némi rozsda, ez nem tudom, hogy ez szerintem az utólagos, ez tiszta víz, igen. Ja, hát van egy kis beállása a gépjárműnek. De, ja, haladunk hátrafele, szerintem ennél nagyobb rozsdát nem fogunk már találni, itt is látszik, hogy hát ugye a beázás miatt megindult, de hát szerintem én ide fogok tenni egy kis hát ilyen leeresztőt, vagy nem is tudom, mint a trabantokon is szoktak csinálni, hogy ne álljon meg benne a víz, azt ki tud folyni, ami igazából egy ilyen fél megoldás, de nekünk egyelőre jó lesz. Itt a padló egy részét ezt cserélni kell mindenképpen, nem baj, táblalemez a barátunk. Nice to be back, ladies and gentlemen. Hi, where are you from? Na, ki van nagyjából bontva az egész. Ez az oldala nagyon szép, meg így az egész hátulja. Itt tovább bontás szerintem egyelőre nem látszik indokoltnak. Itt sajnos a tankbeöntő nyílás miatt tovább ezt le kell bontani ezt a műanyagot, mert vannak ilyen apró problémáim a tankbeöntő nyílással. Hát, hogy nincs. De ezen kívül minden rendben van vele. Hú, de rozsdag potyogós hangja volt. Na srácok, itt az este. A golf meg tök üres. A műhely meg tök tele van. Hát igen. Mondjuk, hogy a kocsinak vannak apró problémái, mint itt például, hogy itt nincs alja. Ott még félig van alja. A két hátsó taposó, mind a kettő nagyrészt kuka. Úgyhogy ja, lesz mit hajtogatni, meg ott hátul is van egy kis rozsda. De most, mivel be is kell mennem el Szombathelyre, ezért, hát, nézzétek csodás lakatos munkámat. Tökéletes! Na jó, igazítunk úgy itt a patchworkon. Tökély! Így nem fog kiesni a kocsiból. Meg hát az ilyen apróságokat kéne innen eltüntetni, meg ilyen apróságokat. Semmi extra, csupán csak normál lakatos munka. Spoiler alert, amihez én nem értek. Na jó, azért nem vagyok teljesen hülye, két lemezt össze tudok hegeszteni, tudok csinálni esetleg foltozást, viszont a sárvédő felrakásához majd segítséget fogok igénybe venni, mert én sem vagyok teljesen hülye, csak egy picikét, meg különben is, ami az interneten zajlik, az amúgy sem valóság, tehát az itt, amit láttok, ez mind csak a képzelet szüleménye, képzelt emberek, képzelt autóikat, képzelt hegesztik. Na, megyek aludni, holnap korán kelünk, rozsdetlenünk, aztán lugtalanítjuk a golfot. The next day. Hát srácok, valaki azt mondta az interneten, hogy legyen tánc. Hát itt lesz tánc. A golf már a vesztő helyen van, most egy csavarhúzó teszttel fogjuk megnézni, hol kell dolgoznunk. A csavarhúzó tesznek az a lényege, hogy megfogod a csavarhúzót, ezt innen elrök, mert nem fog kelleni, és átbököd, ahol tudod. Igen, itt ez szar. Jó, ideig korrektek vagyunk.
Ez az itt a hossztartó, ezt majd alulról is lakatolni kell sajnos. Ezt a részt még meg kell nézni. Ez korrekt. Érdekes hangja volt. Aha. Jó, itt ezt csak a gumidugót lőttem át. Ezt inkább csak ki fogom pucolni, nem úgy néz ki, mint ami át van lukadva. Nem, ez nincs átlukadva. Itt csak egy kis felületi rozsdeltávolítás lesz. Ez itt a nyers autó, aminek bele kéne kerülni a kész autóba. Itt van némi rozsda még. Aha. Ez itt dara, ez egy kuka. Akkor itt van még egy kis rázható rozsda. Aha. Ez itt kuka. Bingo. Luke, én vagyok az apád. Aha. Ez lett, a tankot is ki kell venni, mert az itt van ez alatt, és nem akarok mellette hegeszteni. Igaz, nincs már benne szinte semmi gázolaj, de jobb félni, mint felrobbanni. Ez a része itt jónak tűnik. Oké. Okay. Ez nem rohadt még teljesen át, de ezt ki kell cserélni. Vagy, hadd nézzük. Ja, valószínűleg ráhegesztettek egy darabot. Nem baj, nem vész. Ez sem. Jé, pénz. Ja, hát ugye osztrák eredetű az autó, pénz. Ott is van még pénz. Én találtam abban a 2 eurót, de azt már elittem, úgyhogy ja. És ha van pénz, lesz tánc. Na, hát vágjuk szét az öreg, fehér hűtőszekrényt. Megvizsgáljuk a gépjárművet alulról is. Itt látszik, hogy a gázolaj csöveket majd hát elég erőteljesen el kell venni az útból, mert itt van némi folytonossági hiányosságunk. Igen, ami egészen följön ideig. Ezt a keresztet le kell innen venni, és itt lesz a problémának a gyökere, eddig ér le a probléma. Ez az oldal nem gáz, ehhez nem nyúlok hozzá. Megjegyezném, hogy ez nem egy felújítás lesz, tehát nem fogok tökéletesen szakmai munkát végezni, de ezt szerintem nem is várjátok el tőlem. A küszöböt egyelőre hanyagoljuk, mert ez itt jelenleg nagyon csúnyán néz ki, hát ez itt így nincs, gyakorlatilag oda van baszva valami folt, vagy hát volt valamikor, csak elrohadt már róla. Azt egyelőre hagyjuk. Az a következő hétvégének a programja lesz. Egyelőre a padlót akarom rendbe tenni és a sárvédőket. Kicsikét sebesek. Ezt egy kicsit kilemezeléssel meg lehet oldani. Szar egyébként, hogy egyik kézzel... Hát teszem a másik kézzel a kamerát. Na, így mindjárt más. Igen, ezt is már taknyolták, ahogy elnézem. Úgy. Igen, itt valószínűleg egy csavarhelyet is ki kell alakítanunk, ugye majd egy hegesztőnyát kell beízítani. Le kell venni ezt a csavart, és meg el kell vágni, mert hozzáhegesztették, ahogy elnézem. Ja. Stavrudnak a csavari lejönnek, akkor már lejönnek innen is. Aztán, ja. Itt van egy kicsi még. Ezt majd lehet, hogy odébb kell majd járnom, hogy ezt megjavítsam. Aha. Itt. Megvagy. Aha. Hol vagy? Ott vagy. Igen, hát itt kiesett. Ja. Ez ciki. Lemezelés. Szarul hozzáférhető helyen van, de majd átjárok vele, aztán jó lesz. Ja. Hát ezt bele kéne húznunk, mert ezt én még ma szeretném ezeket a lemezelés munkákat megcsinálni. Aztán haladunk hátrafelé. A két küszöb meg a következő hétvégének a projektje. Hello, Aladdin. Nice to have you on the show. Can we call you Al or maybe just Din? Or how about Lottie? Hát srácok, elkészítettem életem első formára kalapált lemezét. Azért az első, mert tényleg nem csináltam még sohasem hasonlót, tényleg nagyon sokszor láttam, nagyjából éleszkedik, ja, ez nem lesz pontosan illesztve, rá lesz csípve alulról, rá lesz csípve fölülről, majd nagy mennyiségű karosszéri tömítővel el fogjuk húzni. Aztán le lesz alvázvédőzve. Ebben a videóban nagyon-nagyon sokszor fogom ezt elmondani, ez nem egy szakmunka, ez nem egy tökéletes dolog, ez egy barkács megoldás,
arra, hogy ne legyen az automol luk. Napi használós szinten, ha nem muszáj, szép, csak elmegy munkát végezni, azt bárki meg tudja csinálni, akinek van egy kis műszaki érzéke. De ennek a videónak ez is a célja, hogy luktalan legyen a Golf, legyen benne vas, és 2-3 évig az autó kiválóan kiszolgáljon. Vagy akár tovább is. Come on, buddy! Life is your restaurant. 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 Life is your life. Yo, Rugman, haven't seen you in a few millennia. Give me some Tassel. Yeah, yo. You're a lot smaller than my last master. Either that or I'm getting bigger. Look at me from the side. Do I look different to you? Wait, wait a minute. Na, első foltunk készen van. Nem lett a legtökéletesebb. Alulról, fölülről körre van csipkedve, majd megkapja szépen a karosszéria tömítőjét, aztán alulról alvázelő, fölülről meg alapozó festéket fog kapni. Én már kapott egy kis cinkspét. Aztán megyünk tovább, itt hátra ezt csak enyhén kell foltozni, azt ott nagyon kell foltozni, azt is enyhén kell foltozni, ez még a mai nap meg lesz. Hát srácok, tiszta mosok vagyok, de az első padló készen van, a döglődő hossznyúlvány készen van, úgyhogy igazából jó haladunk. Ezt a fotót már láttátok, ki lett szépen varratt tömítővel húzva, plusz kifújtam a nyúlvány belsejét cinksprével, majd még a legvégén kap üregvédőt is. Itt van az alja a foltnak, jó vastagon ki van húzva varratt tömítővel. Az ott még csúnya, de annak nem fogok most nekiállni, mert akkor nem végeznék addig, amíg munkába kéne ezzel mennem. Az már külön egy hétvége lesz ez a küszöb. Egy darab hétvége 0-24-be. Itt van a hossztartó, ugye ami ki volt lukadva, itt pedig ami teljesen szét volt menve. Úgyhogy itt ez újra lett lemezelve, kapott egy hegesztőanyát, és akkor ugyanúgy vissza lehet csavarozni a bölcsöt. Úgyhogy minden szupi szuper, minden rendben. Nem a legszebb, viszont cserébe lemez. Igen, ez a rész itt csúnya, itt ezt nagy részt újra kell lemezelni. Hát darabot nem tudtam szerezni hozzá, úgyhogy hát ezt nekünk kell majd megalkotni. Ez itt, igen, ott a belső küszöbnek a hiányát majd hát pótolni kell. Nem szép. Ez nagyon rossz lesz ez a sarok, ezt a végére hagyom, amikor teljesen belejövök a katolásba. Ott utáljam meg. Itt van még némi luk, amit ma szeretnék megcsinálni. Gázolajcsöveket arrébb kell rakni az útból, illetve ezt a részt kell még megnéznem, de szerintem ez csak vagy fölleti, vagy hát ezt is meghagyom ez a küszöbbel együtt, mert itt is el van ugye rohadva. Hát ugye ahol a só érte, ott elrohadt. Ez a küszöbb, ez a hossztartó még teljesen jó, ehhez nem kellett hozzányúlni. Úgyhogy igazából minden szupi szuper. Ezt megcsináljuk még ma, aztán mára ennyi. Úgy döntöttem, hogy ezt a foltot hagyom a francba, ugyanis az alatta lévő patch lemez az még nagyjából tartja magát. Most kicsit meghegezgettem, hogy a két lemez egymáson legyen rendesen. Megkapja a kis varrat tömítőjét, megkapja az alvázvédőjét alulról fölülről, aztán egy másfél évig ezzel nincsen gond. Igen, tudom, gányolás, meg benne hagyjuk, de tök minden, mert nincsenek az is gányolás. Ez is gányolás, nincsen luk, nem piszkáljuk. Alakulunk, most már csak itt van egy jó nagy luk.
És hát ez problémás, egy szintről azért, mert hát ezeket a hullámokat én nem fogom tudni belehajtani. Tehát nekem nincs meg ez a képzettségem, nem vagyok ideológiailag és szakmailag sem képzett hozzá. Itt lesz egy lehajtás belőle, ebből a lemezben. Majd azt fogom csinálni, hogy egyszerűen ezeket kicsit elkalapálom, és hát bordákat fogok kalapálni, így strégen, nagyjából úgy, mint itt van a lemezbe, meg majd meglegyen a tartása, és hát utána belszegesztve. Aztán széttapicskolhatják az utasok. Azt is meg kell ott nézni, mert az se a legszebb, viszont az úgy néz ki, hogy nincs teljesen kirohadva. Lő precíziós hajlítási terv. Life is your restaurant. Life is your restaurant. Life is your restaurant. Life is your. Life is your restaurant. Life is your restaurant. Hát srácok, jól elfáradtunk a mai nap, és a bajszom tiszta mocsok. Nem tudom, hogyan sikerült ez, de gyönyörűen nézek ki. Zorro, elbaszott szakmunkás bajusszal. Végül is szakmunkát végeztem. Szóval, ott tartunk, hogy a padló luk mentes. Van még egy sarok, amit meg kell néznem, hogy ott most akkor rozsda van, vagy luk van, vagy csak el van fedve. Nagyon úgy néz ki, hogy az csak így meg kell kicsit csiszolni, meg passziválni. Aztán, hát mehetünk a sárvédő évekre. Hogyha tudom tartani ezt a tempót, amit én kitaláltam magamnak, akkor talán holnap az egyik sárvédő év már készen lesz, a másik pedig hétfőn. Pihenni, ugyan már. Nagyon mondjuk, most nem megyek aludni, pedig az alvás a gyengék sportja. De ja. Ma haladtunk. Itt van egy X-look, ami hát érdekes formáció lett, de végül is beleillik a szabás mintába. Ez nehéz ott megcsinálnom, mert nagyon béne vagyok. Azt ott hagytam, csak kicsiszoltam, hegesztettem, passziváltam. Azt pedig a sokkal szebben sikerült javítani. Meg itt hátul van még egy csak. Ezt még meg kell nézni, hogy most tényleg luke, vagy csak így el vannak deformálódva a lefolyó nyílások, aztán kihegesztés kell neki. Na! Húzzunk haza, mert este 8 van már. Day 2. Hát gyerek, komolyan mondom, ez nem tudok mit szólni. Ez egy jellegű perfekt munka, hogy komolyan, én felvennék a Pastor Classic, az 300-ásán sárvédőt kalapálni, esküszöm. Hát komolyan, fenomenális egy pari. Még azért ott van egy kisebb probléma a sarokba. Jaj, kasszit, amit tőle szépen beküldöd. Ezt fel tudod tenni a használt autóra, hogy Golf 3 variant, nem kombi. Fehér, nem volt soha cégautó, nem tekert órával. 100%-osan, 123 ezer kilométerrel. Idős orvos adjunktus tulajtól. Esőt, havat nem látott. Audi TT váltógomb azért van benne, mert a régit lerágta egy basszethand. Jó lesz ez német. Ajándék dióval. Cég ajándéka. Benne is maradhat. Jássó ott osztrák, jó van. Még az a Oberwarti volt, basszis. Közben nincs az osztrákokhoz. Az idős svájci orvos módosította. Unalmába a garázsba. Na most ez komoly. Én nem láttam ezt az autót még ennyire. Nem az... Ilyen, venni kell egy bites 3-asból motorháztetőt. Van hozzá, adtak hozzá. Szégyelték úgyis már. Nem ez a rész tetszik, hogy ez itt ki lett hozva. Szerintem az teljesen jó, hogy ezt is hézag. Bánat halom. Az? Ad. A küszöböket majd nézd meg. Ó, azt a kurva életben! Áj! Édes jó Istenem! Nézd meg a másikodat! Édes jó Istenem! Az csak fele annyira szar. Ja. Szóval mi a feledikt? Elmegy? És figyelni, szarabbat is azt hiszen láttam. Ez már egy jó dicséret, bazd meg. Ennyi. Ott az igen, az ott... Igen, várjál, engem az érdekel, hogy ez itt mi. Figyelj, én nem akarok... valaki ide Szeged cselte, vagy ide... Az oda van, csavarozza még egy küszöb. Aj, de komoly, paszki!
Nagyon de a másik oldal is ilyen. Nagyon komoly, komolyan. De nézd meg, itt is ugyanez. Jaj. Hát azt mondom, figyelj, és ezért valaki fizetett pénzt. Igen, igen, igen. Ennyire én megcsinálom, mint a magamnak szarul. Éljenek otthon a garázsban dolgozó, 250 éves munkadíjjal dolgozó karosszériások. Én. Mert nekik ugyanúgy kifizetitek, amikor én azt mondom, hogy figyelj, bocs, ez 3 kiló erdő. Defibrillátor, az ugyan sok, elmélem itt az autót, el kell dobni. Na nem baj, én megoldom 40 ezerből. 40 ezerből régen egy autót felújítottam, teljesen Tomi. Na jó, de tudod, az infláció meg az ilyen problémák aztán. Ja, az infláció, nem? Arra igen. Gondoltál. Igen. Golf természetes környezetben, teljesen gyári állapotban látható. Korának megfelelő állapot. Korának megfelelő, így van. De ebben a mondatban igazából benn van minden, nem? Hát körülbelül. Azért. Belső küszöbet is cserélhetsz végre. Külső küszöbben? Van, az megvan. Uh-huh. A belső küszöb az újraépítős. Ja. Azért nem fog, ne húzd már le, bazd meg, nem most akarok nekiállni. Nem most. Hát de munkás ruhába vagy. Nem most a sárnyidőt csinálom. Ne szedd szét a küszöbömet, léci. Legalább, hogy megmarad belőle, az tartson ki egy hétig még. Ezt a két részben megcsinálod, itt lehajtasz egy ekkora darabot, ja. Meg ott lehajtasz. Arra gondoltam, igen. Aztán ennyi, ugye a legegyszerűbb. Meg a belső küszöbben még egy darabot föl kell hegeszteni. Hát igen. Átlapolással, hogy azért tartson is valamit, meg még egy átlapolással az emelőpontokra. Jó, föl kell emelni, torony magasra. Be tudjál át, megkérdezik, ki tud vagdosni. Hát valahogy megoldjuk. De most szerintem ezt a videót megcsináltad, és szerintem a nézők tényleg otthon nekiáll a garázst építeni, és szétvágnak mindent, ami rozsdát látnak. Miattad, Tomi? Nem, szerintem inkább csak a komment szekció fog megindulni. Mi az a taknyolás, mi az a szar, undorító vagy a visszadiplomáját, meg ilyenek. A komment szekció, csak ezeknél a kommentelők szeretné, hogy akkor tanítsanak meg minket, vagy valami. Igen, legalább annyit. Tök jó lenne, érted, mert én szeretek tanulni. Én mindig szeretek tanulni igazából. Reggel is olyan jó volt nekem, hogy egyszer nem tudok másra foglalkozni. Gyere kifele. Kifele, jaj, jövök. Én is láttam olyan TD-t, ne arra úgy, ami folyik az olaj. Most már legalább látok. Hol száll az összesnek a motorjára? Picikét szimmeringes, itt ottam ott. Mert a szimmeringből való. Tudom, én megtapsorlak, ügyes vagy. Lánkesül, na akkor csinálom tovább. A szituáció itt is ugyanaz, rá lett ide hegeszve egy darab lemez, meg ide is. Nem baj, letömítjük, aztán vissza az egész. Tamás azt hitte, hogy egy jó autót vett. Amikor levette a lökhárítót. Rozsda. Egy kicsikét rozsdásítottam ott. Ez még ez nem gáz, ez nem tudom mi ez itt, a lökhárító tartó, ez itt kiszakadt magából. Ez meg, ja, azért van ott az. Egy kicsit netz. A másik oldala egész kultúrált, ezt igazából csak egy-két helyen kell lemezelgetni. De nem szóltam, kussolok. Keep a knocking but you can't come in. Keep a knocking but you can't come in. Keep a knocking but you can't come in. Come back tomorrow night, try again. Keep a knocking but you can't come in. Keep a knocking but you can't come in. Keep a knocking but you can't come in. Come back tomorrow night, try again.
Tejfli. És a harmadik napon az úr megteremté a balos sárvédőt. Na, nem egészen van készem, viszont nagy része már föl van hegesztve. A javítóív nem lett teljesen tökéletes, tehát, amint látjátok, így passzol csak. Egy centit le kellett bőle vágnom, és úgy lett jó az autóra. Ezt ki kell pótolnom még egy darab lemezzel, mivel itt amúgy is ellaposodott az ív. Ez nem lesz olyan vészes. Itt kell még kipótolni, itt kell végighegeszteni, itt kell végighegeszteni, és készen vagyunk vele. Legalábbis a lemez munkával. Utána csiszoljuk, gitteljük, fényezzük. Belül meg alvázvédőzzük. Mindeközben itt a segédmunkások bontják a falat. Az ott mi ez, Csabi? Majd elmesélj nekünk? Ez szerintem nikecel lesz. Kömüvestő vettem az autót. Zárcellás nikecel. Azért a sziloplasztot is emlegessük meg itt a nézőknek, mert ez valami... itt alatt van, tudsz? Akkor ez fogta a műanyagívet, hát nem repült el. Egy pöppet. Mondjuk úgy, hogy hiányokban szenvedünk, nem szexuális téren, inkább vas téren. Viszont a doblemezünk úgy, ahogy megvan, csak kicsikét kell lemezelni. Ez itt ja, egy küszöbig elrohadt a picsába. A küszöbnél nagyjából kijavítjuk, aztán a küszöbet majd úgyis majd a következő epizódokba. De ez enyhén morodhat. Az alvázvédő, hogy küzd az alvázvédő? Ott van! Amikor kitömködik, ízében, niketszed ezt a ki... Jaj, a sziloplaszt, gyere, sziloplaszt, gyere! Nem jön le a sziloplaszt. Rossz sziloplaszt. Felvétel kedvéért megjegyezném, hogy életemben nem használtam egy üvegszálas gittet. Meglepődtem egyébként az állagán is, meg úgy minden. Hát ja, itt majd csiszolni kell. Ups. Kész van a második kerékjárati ív is. Hát nagyon-nagyon csúnya volt. Nem lett fölvéve, amikor ez szét lett bontva, mert Csabi csinálta nekem, mert már a büdös érben nem jutottam volna idáig. De hát tulajdonképpen nem volt. Hát ez a rész itt. Kompletten ezt a részt így innentől újra kellett alkotni. A belső itt szintén. Itt alatt látszik. A hátsó rész szintén, ott a picikét rövidebbre fogtuk a végét. Ez a rész szintén nem volt meg, itt középen sem nagyon volt semmi. A küszöb az nincs meg, viszont a külső lemez még azért megvan, ez lehet hegeszteni. Ezt a jövő héten fogjuk megcsinálni. Küszöb sarok már újra van építve, ez már nem lesz gond. És akkor ide jön még föl a sárvédőív. És ezzel fogjuk most folytatni. Ez az oldal el volt átkozva. Nagyon csúnya. Hát srácok, alakulgatunk, most már este 8 óra elmúlt így a harmadik napon. Igen, itt van egy nagyon csúnya rész. Ezt nagyon nehéz volt összehozni, mert nem volt itt se semmi. Szerintem kicsit el is lett húzva a sárvédő ív. Nem lett tökéletes, de nagyjából követi a lökhárítónak a végének a vonalát. Ezt le kell itt még csiszolni, itt le kell még csiszolni, itt le kell csiszolni, itt pedig végigvarni az egész sárvédőt.
és akkor leszünk a hegesztéssel készen, utána csiszolás, majd ugyanúgy alapozás, szórógittezés, belül pedig mindenhol alvázvédőzés. Egyébként élvezem a dolgot, tehát tök jó lenne egyébként tudni is, hogy mit csinálok, már úgy, hogy mit, miért, hogyan kell hajtani a lemezt, meg ilyeneket, de ezt most meg kell csinálni, aztán összesen megtanuljuk, hogyha van kedvünk hozzá. A lakatolás jó buli. Kevésbé fáradtam el benne, mint egy autószerelésben. Mármint így effektív a csavarozgatásban. Ez tetszik. Vág, mér, hegeszt, illeszt, hegeszt, minden ilyesmi. Tök korrekt, én imádom. Ez tök jó. Na srácok, elkészültem a hegesztéssel. Ez a sárvédőív nem lett olyan idézőjelben szép, mint a másik, tehát szarabbul sikerült. Ez az annak tudható be, hogy igazából nem volt alatta semmi, ami lehetne viszonyítani, és hát volt egy-két elég csúnya hely rajta. Nem baj, hát igen, üvegszálas gitápol is eltakar. Igen, tudjuk, hogy ez nem szép dolog, de én nem állok azon a szinten, hogy képes legyek ilyen így lakatolni. Annyi kurva se lett a dologban, hogy na nem, itt egy kicsi kis lépcső van a dologban, nem teljesen egyen ajtóvonalában van a dolog, de nem olyan gáz. Át kell még drótkorongoznom, hát nem lett teljesen sima, erre kell ugye gittelni. Most jön még a varrattömítőt, és minden belső varratot szépen vastagon át fogok küldeni tömítőanyaggal, aztán elkezdem holnap, valószínűleg holnap, hogy a tömítőanyag megköt, utána alvázvédőzni. Addig is előkészítem a gittelésre. Itt ez nem lett szép, itt igen nagy huplik vannak benne. Ez nem sikerült olyan jól, mint a másik. A másik az egész jól néz ki. Itt látható a másik. Ez sokkal simábban sikerült, jó mondjuk most, ha rajta van az üvegszálas git. Ezt holnap fogom elkezdeni csiszolni. Lehet, hogy darabig így fog maradni, hogy üvegszálas git, meg mondjuk alapozóval le lesz küldve. De ez ilyen. Itt volt mihez hegesztenem, úgyhogy nem volt probléma. A küszöb is meg volt. Igazából ez mondhatni egy kellemes első éves szakmunkás tanulós dolog. Nem lett olyan rossz. Sőt, itt még az ajtóvonalai is tökéletesen futnak. Itt van egy kis hupli benne. Itt meg kell gittelni még egyszer. Megint ótvar mocskos vagyok. Megint elment egy nap. Egy picikét még csiszolgatom, festegetem. Aztán igazából vége ennek a napnak. Ja. A Golf most már 57%-ban rozsdamentes. A két küszöb még hátra van, az fájni fog. De az majd a következő epizódnak a része lesz. Addig is. Nektek egy vágás, és holnap folytatjuk. Negyedik napon érkeztünk most éppen itt. Be van fejezve a hegesztés, fönn van mind a két sárvédő. A mai nap gittelünk, csiszolunk. És hát nem mondom, hogy fényezünk, mert egyelőre sprayvel lesz lefújva, mivel a nagy fényezést az egész autóra a tavaszba tervezem, ezért festünk. A kocsinak a jobb oldala már kezd egész jól lenni. Elkezdtem szórógittezni, mint látszik. Aztán a másik oldalon még várom, hogy kössön a második réteg üvegszálas. Erre az oldalra kellett még egy kör finom gitt, ezt még finoman lecsiszolom. Aztán jöhet rá a szórógittezés. A másik oldalon készen vagyunk a szórógit, az utolsó kör lesz ez a néhány folt, nem kellett rá túl sok git, hál' Istennek, és csiszolhatjuk is be. Ez lesz a szebbik oldal, hát a másik az annyira nem sikerült olyan túl jól.
srácok, a lakatolásnak az első nagyon-nagyon nagy lépése készen van. Amit itt ebben a videóban láthatok eddig, az 4 nap kemény munkája, amit hát nagy nehezen éppen csak sikerült kimaxolni, ugyanis ma kedd este 6 óra van, és most készült el a golf a lakatolás első fázisával. Nem lett szép, viszont cserébe most nem rozsdásan nem szép. Azt hiszem most kéne jönnie egy ilyen montás féleségnek, hogy hogy néz ki most a kocsi, mint olyan. Mint már mondtam, ez alatt a 4 nap alatt végeztem a golfnak a hozzávetőleges lakatolásának a felével, ugyanis még hátra van a 2 küszöb, ezt a következő hosszú hétvégén terveztem megtenni, az október 23-ai hosszú hétvégén dolgoztam, ezt viszont a november 1-i hosszú hétvégén veszem föl, ugyanis közben jött problematika jó barátja, Toró Gyuszika, aki hát egy másfél hétre lefoglalt, úgyhogy nem tudtam a kocsival foglalkozni, viszont körülbelül 60%-ig vagyok készen a lakatolásával, a 2 küszöb még hátra van, és akkor lesz egy nem szép, de legalább rozsdamentes golfom. Amit itt én a lakatolás címszó alatt műveltem, az mondhatni erre az autóra kielégítő, azonban nem számít minőségi lakatos munkának. Tulajdonképpen a szétrohadt sárvédőnél jobb, viszont nem lett tökéletes. A gittelést sem fejeztem be teljesen, mivel már a 4. napnak a végén jártam, amikor már kezdett kicsikét hidegebb lenni, már nem akart kötni a git, nem akart működni a dolog, és este 6-kor már úgy voltam vele, hogy jó, amennyire lehet simán csiszolom, van 1-2 hubli benne, de elsőnek elmegy, tudom a télen a kocsit használni, és így is úgy is látszani fog, mert hát a verivel fehér az nem teljesen golf fehér, viszont nem néz ki annyira szarul, mint hogy a fossán az egész autó rohadva. Úgyhogy innen kérnék elnézést karosszéri lakatos nézőimtől, már hogyha eddig kibírták ezt a videót. Úgyhogy a következő golfos videó megcsináljuk a küszöböket, mind a kettőt, valamint a tanknyílást, mert az nincs. Úgyhogy le kell venni a tankot, előtte mögötte kilemezelni és visszarakni. És akkor nem meg kell rám egy sárvédő legalább egy balos. Úgyhogy a golf projekt rendíthetetlenül halad előre, és tavaszra, mire ez az autó műszak is lesz, tavasz, január, addigra egy egész korrekt gépjármű lesz műszakilag legalábbis. Aztán majd kezdeni kell valamit a belterével, az a logó tetőkárpit az valami istentelenül idegesít, engem, mint magas ember, beleír a fejem állandó a tetőkárpitba. Valamint ott van még a fűtőmotornak a kapcsolója, ami nem működik, csak full teljes fokozat van benne. Egy-két apró elektromos bizbasz még van, ami nem működik az autón, de igazából ennyi. Akkor úgy végigértünk rajta, tavasszal pedig, hogyha jó fiú lesz, akkor megkapja a fényezést, ami szintén egy fehér budget fény lesz. Meg morztalanítani fogjuk. Ezt nem fogom hagyni itt. Ott, szóval eltakarítjuk róla a szegény ember ventófrontját, és lesz újra gyári golf front, nem lesz morcsítva, egy mortalan golf lesz. Na de, ha az a videó tetszett, és nem akadtál ki a fantasztikus lakatolási skilljeimen, iratkozz fel, lájkolj, valamint ha szeretnéd egy kicsit így támogatni a csatornát, meg a munkásságomat, van egy Patreon oldalunk, ahol szintén lehet némi támogatásba eszközölni engem. Milyen szép magyar mondat. Na jó, szerintem jobb, hogy itt hagyjuk abba. A következő golfos epizódban pedig tovább henkőjük ezt a fantasztikus, olcsó munkásautót. Na, sziasztok! Utóírat. Hogy miért kellett közben a videó végéhez aknát váltanunk? Most azért, mert a srácok ott azt a hátsó aknát telerakták mindenféle jósággal, kiváló videóanyaggal, amit ők fognak majd elkészíteni, de ahhoz, hogy ez elkészüljön, egy kis
nézői támogatásra, ráhatásra lenne szükség, úgyhogy menjetek szépen a 3P Garázs csatornára, valamint Facebookra, és kérjétek meg őket, hogy az ott látható, illetve nálatok most nem látható jóságokról, nagyon-nagyon jóságokról csináljanak videót. Ugyanis van jó néhány megfelelő videóalanyuk, csak hát basznak videót csinálni. Úgyhogy létszik-e, pusoljátok már picikét őket. Picikét megmutatom, miről van szó. Egy ráfutásos ütközésről. Úgyhogy ja, ez van. Szilárdék, hogyha ezt nézitek, akkor érdemes lenne ebből a jóféle videóanyagból valami jó kis videót csinálni a népnek. Nagyon szeretnék szerintem. Nem ilyen chatres golfokat henkölgetni szabad időben. Ja. Na, sziasztok!